A héten már beszámoltunk a karcagi határban lévő belvízről. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet. A kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de a felszíni víz itt alig látszik. Az előző évek asszályai már kiegyenlítődtek, viszont a talajok ennél kicsit többet mutatnak. Ez a csapadék mennyiség, ez nagyon jelentős, mert a évvége csapadékos volt. Annak ellenére, hogy tavaly tavasszal nagyon sokat szenvedtünk az asszálytól. És én ott írogatom, és most is összesítettem, hogy a december az 38 mm-rel zárt, és a január már 47 mm-es volt. És statisztika szerint az év legszárazabb hónapja mindig a január. Ugye kevés a hó, ami leesik, az leesik decemberben, vagy igazából nem is nagyon-nagyon szokott hó lenni, de a legszárazabb, 10 mm-es egységgel jelzik, és most 47 mm-nél tartunk, és ez a vízmennyiség az, amely megemelte a talajvizet, és most bizonyos problémát jelez. A magasabban fekvő területeken némileg jobb a helyzet, a kiskertek talaja is átnedvesedett ugyan, de felszíni víz itt alig látszik. A gyümölcsfáknál az a gond, és nekem az észrevételem azt, hogy ez a nagyon kötött lánynak vízes, sós talajvíz, ez nem kedvez a gyümölcsfáknak. Nem véletlen az, hogy bizonyos gyümölcsfajok nem szívesen maradnak meg. Itt a kajszibaracra gondolok, a cseresznye sem különösebben, de sok kárt okoznak, hogy ugye nagyon levegőtlen, hideg a talaj, és ez nézben a telepítéskor már az eredésnél gondot jelent, de az idősebb fák is csak az őshonosabb fák azok, amelyek eltűrik ezt a áldatlan talajvíz viszonyt. A belvíz helyzet javulására a következő napokban nincs sok esély, hiszen a meteorológiai előrejelzések szerint jövő csütörtökig az Alföldön további 30 mm-es eső eshet.